Szerdától szerdáig a Baracsi Média TV műsora. Hírek Baracsról, önkormányzat, sport, időjárás, programajánló. Szerdától szerdáig a Baracsi Média TV műsora. Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőnket. Ez a Szerdától szerdáig a Baracsi hírműsor. Mezei Zsolt vagyok. Végre én is bemutatkoztam, mert visszanézve az adásokat, azt vettem észre, hogy nekem csak a felirat volt a nevem alatt. De nézzük is, mi lesz ezen a mai műsornak, mi lesz a tartalma. Beszélni fogunk a csatornázásról, beszélni fogunk a programajánlóról, végre elindul a jó időt Baracson, végre elindul az országban, végre tavaszodik, végre kezd jó idő válni. És akkor elindultak a sportolók, elindult a tavaszi idény. Föl fogjuk venni természetesen a focistáknak a mérkőzéseit, úgy mint a lányokat, a fiúkat, az öreg fiúkat, az ifiket. Megpróbálunk ezekből egy kis zazzásított összefoglalót, illetve a megye egyes csapatunkból az egész mérkőzést majd bemutatni önöknek. De visszatérve a mai szerdától szerdáig műsorra, a Baracsi hír műsorra, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a mai este, a mai műsor házigazdáját, házi asszonyát, Mezei Anikót, Trixi kisasszonyt, és természetesen a mai hírbemondónk, hírfelolvasó Garbac Angéla lesz, ismételtem. Köszönöm Zsolt, üdvözlöm a nézőket, és most következzenek Baracsi hírei. Ünnepélyes keretek között aláírták a csatornázási szerződéseket. Kérem, nézzék meg erről a kis filmünket. A nyílt és tiszta verseny a közbeszerzések sikerességét emelte ki Márok Csaba, az önkormányzati társulás elnöke is tegnapi szerződés aláírási ünnepségen. Majd El Simon László országgyűlési képviselő elmondta, a szennyvíz csatorna ellátottsággal szolgáltatás minőség emelést érnek el a falvak. Beke László Pidik mérnök érdekes adatokkal szolgált. A négy településen összesen 6200 embert érint a csatornázás, 34,5 km hálózatot építenek. Már csak az időjárásról múlik, hogy mikor folytatódik a négy település, Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyi és Kisapostak közös szennyvízhálózatának kialakítása. Az önkormányzatok által alapított Mezőfalva és térsége szennyvízberuházó társulás elnöke Márok Csaba aláírta a kivitelező cégek vezetőivel a megbízási szerződést péntek délelőtt. Okkal beszélhetünk a csatornázás folytatásáról, ugyanis annak első ütemét 2007-ben zárták le a falvak, ám akkor a gerincvezetékre koncentráltak. A mostani második ütemben megvalósuló munkák nettó összköltsége 2,3 milliárd forint. Ennek 80%-át kapták meg támogatást. Mivel itt a tavasz, hál' Istennek megérkezett a jó idő, a gyönyörű kis tavunkon megkezdődött a haltelepítés, ahogy ez Zsolt említette már az előzetes kis bevezetőjében. Ezt a kis filmünket is tekintsék meg. Limbo, 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 lim
És akkor most jöjjenek akkor a programajánló. Egy meghívót szeretnék önöknek ajánlani. Baracs község képviselőtestülete hívja és várja önöket az 1848-as forradalom és szabadsághat 165. évfordulójára rendezett ünnepi programokra. 2013. március 15-én pénteken 11 óra 15 perckor koszorúzás lesz Kornis Károly huszár főhadnagy sírjánál a templomosi temetőben. 17 órakor a Baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak ünnepi műsora a faluházban. És most egy kis társadalmi munkára szeretném önöket invitálni, amit a Baracsi Társaskör szervez. Szemétszedés. A Baracsi Társaskör és a templomosi baráti kör a polgármesteri hivatal támogatásával hív és vár mindenkit, kicsiket, főleg nagyokat, 2013. március 23-án szombaton. Gyülekező, apát szálláson a faluház előtt 9 órakor, templomoson a kisiskola előtt 8 órakor. Március 12-én a négy vándorovoda Gergely járásra megy, az iskolások hívják őket bemutatni az iskolájukat. Jó. Március 18-án a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kerékpártúrát szervez a Hallastavakhoz. Indulás 15 órakor. Sikerült végre elérnünk azt, amit szerettünk volna már 2 évvel ezelőtt is megtenni, hogy a községünkben született kisgyermekek kapjanak egy fát, és együtt növekedjenek, együtt éljenek majd ezekkel a fákkal. Elmondom önöknek, hogy március 16-án a Baracsi horgásztó mellett ezeket a fákat, ha minden igaz, el fogjuk tudni ültetni. A Gemenci Parkerdő Gazdaság felajánlotta nekünk a fákat, törzsgyökeres magyar fajtákat. Köszönöm Zsákovics Katának a szervezésre, és természetesen a képviselőtestületnek, valamint Várai Robert polgármester úrnak a közreműködésre. És engedtessék meg, hogy felolvassam azoknak az ifjú kis baracsi gyerekeknek a nevét, akik 2012-ben születtek, és az idén már fát is fognak kapni tőlünk. No nézzük akkor: Alpek Tibor, Bakman Viktória, Balog Roland András, Behán Janka, Branner Antal, Csicskovics Zoltán, Deák Vivien, Éliás Fruzsina, Friss Csenge, Futó Boglárka, Garbac Barna, Horváth Luisa, Kenyér Tímea, Kerti Bennett Noel, Kisari Anna, Kis Kristóf, Kovács Lili, Kovács Valentina, Králik Málna Zsófia, Lakatos Máté Gyula, Magyar Jónás, Major István Krisztofer, Málint Kevin Bence, Modoróczki Anna Kamilla, Nagy Gábor Bálint, Nagy Kitti, Nagy Lilien Zóra, Nyári Dorina Luca, Petró Júlia Ikla, Peffer Szonya és Túlman Hanna nevű kedves baracsi polgárunkat köszöntjük itt a tévé előtt is, és akkor, mint ahogy mondottam volt, megkapjuk a fákat, és együtt majd a szülőkkel, remélhetőleg együtt a szülőkkel, itt a családdal fogjuk nevelgetni ezeket a fákat. Kora tavaszi idő várható. 15-én betör a hidegfront, a tél utoljára próbál visszatérni, akár havazás is várható, mínusz 5 fok is lehet éjjel. De nem tart sokáig, mert 18-án a tavasz végleg eljön. A ciklus végére 12-3 Celsius fok lesz. Csapadék nem várható, esetleg kisebb helyi esők lesznek. Az influenza nem válogat. Fehérvár Józsefet, a Sporthírek bemondóját is ágynak döntötte, ugyanúgy, mint az ifi csapat jó részét szombaton. Ezért tartalékosan álltak ki, 7-0-ás vereséget szenvedtek polgárdi csapatától. A felnőtt csapat 75 percig uralta a játékot, és egy-egyes mérkőzést játszottak idegenben. A baracsi lányok teremtornán vettek részt Székesfehérváron, ahol az előkelő 4. helyet szerezték meg. Az U13-as fiúk a futszál területi versenyt megnyervén tovább jutottak az elődöntőbe, amit Solymáron rendeznek meg szombaton. Szombaton délelőtt 10 órakor az U16-os csapat Lajoskomáromba látogat. 13 órakor a baracsi ifi csapat a Martonvásári ifi csapatot fogadja. 15 órakor pedig a felnőtteknek drukkolhatunk, szintén Martonvásár ellen. A baracsi öreg fiúk Ráckeresztúra látogatnak délután 15 órakor.
Említettük már, hogy az influenza ágynak döntötte a fél ifi csapatot, de nem csak a vírus van ellenünk. Az U19-es csapat oszlopos tagja Zorics Márk bokaszalag szakadást szenvedett a polgári elleni mérkőzés 80. percében. Őt mentőszállította a székesfehérvári kórházba. Körülbelül 2 hónapig nem fog a csapat rendelkezésére állni. Innen is jobbulást kívánunk neki. És most hadd számoljak be a baracsi torna sikerekről. Ezúttal sem szakadt meg a jó sorozat, ismét megyei bajnok lett a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola B-kor csoportos lánytornás csapata. Az 5.-8. osztályosok versenyében magabiztos győzelmet arattak a baracsiak, még a fiatalabbak a Velencei Zöldliget Általános Iskola mögött ezüstérmesek lettek. A második hely is felért egy arannyal, hiszen az alsós csapatot nagyon fiatal versenyzők alkották, akik a jövőben még sok szép eredményt érhetnek el. Az egyéni aranyérem ezúttal Veszprémi Nikolettnek jutott, megelőzve Ronás Noémit. Az első, másodikos korcsoportban Hévízi Marian volt a legeredményesebb. A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tanulói a pécsi országos elődöntőn képviselik Fejér megyét a B-kategóriás tornadiák olimpián. Köszönjük ezt a szép sikert a diákoknak és főképp edzőjüknek, Benkéne Juhász Mártának. A Baracsi Média TV hamarosan kisfilmet készít a tornászlányokkal és edzőjükkel. Hát akkor ez volt a Szerdától Szerdáig a Baracsi hírműsor március első adása. Reméljük tetszett, reméljük érdekes dolgokat mutattunk be önöknek, mutathattunk be önöknek. Köszönjük azokat a leveleket, amiket kapott a Baracsi Média Televízió, hogy miket csináljunk, hol vegyük föl, hova menjünk, és arra biztatom önöket, hogy természetesen ezt a jó szokásokat tartsák meg, és továbbra is bombázzanak minket ötletekkel. Köszönöm a figyelmüket! Kolléganőm nevében. Elköszönünk akkor most, hogy? Én is köszönöm szépen a figyelmüket, legyen szép hetük, érezzék jól magukat, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra! Viszontlátásra!